Mit tegyünk, hogy pünkös lelkülete bennünk maradjon? Miként ragadható meg a Szentlélek? És hogyan él tovább napjainkban Jézus missziós parancsa? Az Agapé asztalánál ezekre a kérdésekre keressük vendégeinkkel a válaszokat. Dani Eszter, református lelkész, a Solymári gyülekezet lelkipásztora. Mintegy 10 évig vezette a református zsinat missziói irodáját, kiemelt szerepe volt az egyház cigánymissziós szolgálatának megszilárdításában. Pályája elején 9 éven keresztül szolgált Kárpátalján, a cigány közösségekkel is ekkor került először kapcsolatba, és megtapasztalta, az evangélium életeket változtat meg. Holló András, kerekesszékes tánctanár, 2 gyermek édesapja. Eredetileg kertészmérnökként végzett, majd tánctanár lett. Elvégezte a teológiát, de saját bevallása szerint igazi megtérése csak egy tragikus motorbaleset után következett be, amely kerekesszékbe kényszerítette 37 éves korában. Azóta is táncot oktat, és országszerte tart előadásokat, ahol Isten örömhírét hirdeti. Pécsné Szekeres Katalin. Katekéta, tanító, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hittantanára. 4 felnőtt gyermek édesanyja és 2 kislány nagymamája. Hosszú ideig dolgozott önkéntesként hospice osztályon, tanítóként pedig az a vágya, hogy a fiatalok életük során jóban legyenek embertársaikkal, önmagukkal és Istennel. Fábri Kornél, katolikus pap, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, a budapesti karizmatikus személyi plébánia kormányzója. Ő volt az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkára. Hirdeti, most a Szentlélek korszakát éljük, a lélek ott él mindannyiunkban, és számít minden keresztényre, hogy megújíthassa a föld színét. Húsvét után arról beszélgettünk ennél az asztalnál, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy fenntartsuk az ünnepi lelkesedést és azt a lelkületet, amit húsvét adott nekünk. Most eltelt 50 nap, és hogy nem megint aktuális a kérdés, mit tegyünk, hogy ez az ünnepi lelkület, pünkös lelkülete bennünk maradjon? Mit gondoltok? Én egy személyes élményt szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani veletek. Most vasárnap pünköskor összejött a nagy család nálunk, és ahogy férjemmel vártuk a gyermekeink érkezését és az unokáink érkezését, és ott volt már a dédimama, azt is vártuk, hogy a 2 pici unoka, a 2,5 hónapos és a 3,5 hónapos mit szól majd egymáshoz. És megérkeztek a kismamák karjaikon a babákkal, szembefordították a 2 kisgyermeket, és ahonnan nem vártuk, a 2,5 hónapos hangos kacagásban tört ki, de megállíthatatlan kacagásban. És ez annyira átterjedt az egész családra, hogy a 4 generációt hahotázott, és ez az öröm úgy velünk maradt egészen. De még most is kísér ennek az emléke és élménye. És hogy valahol a Szentlélek ebben a pünkösdben akkor is ilyen szívbéli robbantásokat végzett, mint velünk akkor. És hogy így a személyes kapcsolatainkban és a személyesen átélt örömeinkben ezt mindenképp tovább tudjuk vinni. Engem ez most nagyon éltet. És akkor nagymamaként persze fellapoztam, hogy mit ír a szakirodalom erről, hogy 2,5 hónaposan lehet-e nevetni, hangosan kacagni, és hát azt írták, hogy 3-4 hónaposan kezdődik ez a önfelett kacaj. És hogy általában a semmiből tör elő, hogy nem a semmi hatására. És én ezt nagyon kétlem. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogyha az a kisbaba ránézett a másikra, akkor valamit ő érzett, valami örömet, mint, és nem tudok elmenni a történet mellett, hogy Erzsébet és Mária találkozásában az a gyermek ott bizony felújongott, örvendezett. Ez megérezni másikban a lelket, és annak az örömét, ennek a felismerését továbbadni. Szerintem ez fontos és éltető. Emberi kapcsolatainkon ragyog át a Szentlélek működése? Meg remélhetőleg a vele való találkozással. Tehát nekem a pünkösd azóta ünnep, amióta találkoztam a Szentlélekkel. Tehát én 22 évesen tapasztaltam, hogy milyen, amikor kiárad a Szentlélek és betölt.
Tehát amikor már nem egy teória volt, meg olvasok a szép történet az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében, hogy kiárat a Szentlélek, lángnyelveként leszáll az apostolokra, és hát azt gondolták, hogy részegek. Ez, ugye részének is különböző fajtái van, van a Buddha része, meg az agresszív, hát ő meg a nagyon vidámak, az ilyen felkacagó lehettek, és hogy hát és olyan bátorságot kaptak, és amikor ezt én megtapasztaltam, hát én már 28 éve, onnantól kezdve már jelentett valamit a pünkösd. Meg a pünkösdet nagyon szeretem, mert egy határünnep. Tehát véget ér a húsvéti idő, pünkösd vasárnappal, és jön a évközi idő a liturgiában, az egyháza pedig ugye miért megszületik, mert a születésnapunk van pünköskor, és akkor jön a küldetés, hogy akkor tessék, vigyétek el az örömhírt. És nekem a pünkösd ezért egy külön ünnep, és emlékszem, amikor plébános koromban volt, hogy akkor most együtt imádkozunk, és hívjuk a Szent Lelket, hogy töltse ki ránk az ő áldását, hogy tapasztaljuk meg, hogy ne egy teória legyen. És igazából azt a kérdést tettem fel én akkor magamnak, hogy mikor megtapasztaltam a Szent Lelket, hogy mit csináltam én idáig kereszténység címén. Tehát eddig voltak előírások, szokások, imádkozom, de az, hogy elkezdem meghallani az Isten hangját, hogy indít, hogy egész furcsa dolgokat kér tőlem, és tudom, hogy azt kellett tennem, utólag kiderül, tehát egészen más egy kaland indult el. Nem tudom nem megkérdezni, hogy mi történt akkor 22 évesen veled? El tudod mondani röviden, hogy mi volt az a tapasztalat? Hogy történt? Igazából elkezdtem olvasni az apostol cselekedeteit, és olvasom benne a történeteket, hogy ezek a tenyeres talpas halász emberek csodákat csinálnak. Beteget gyógyítanak, halottakat támasztanak fel, a Szentlélek vezeti őket, döbbenetes történetek, és azt mondtam, hogy hát Jézus egy-egy házat alapított, abban vagyunk, ugyanaz a Szentlélek vezeti 2000 éve, hol vannak a csodák? Hát, hogyha Jézus maga ígérte meg, hogy csodákat fogunk tenni, mert hogy Isten jelekkel fogja kísérni az evangelizációt. És akkor elkezdtem keresni, és így jutottam le egy Szentlélek szemináriumra, ami egy felkészülés, egy 8 hetes lelki gyakorlat a lélek kiáradására. Abban volt egy életgyónás, és emlékszem, én 2 hétig készültem rá, és egy órán keresztül pakoltam le a gyónásban, és akkor utána imádkoztak értem, hogy kapja meg a Szentléleket, és úgy betöltött az ő örömével, hogy én táncolva énekelve mentem hazáig. Tehát amikor úgy szerelmes vagy, de ezerszeresen. És nem érdekel, hogy hányan néznek emiatt bolondnak, mert hát olyan, hogy a szerelmes meglátja a párját, akkor fut felé és a nyakába borul. Tehát, és nem érdekli a külvilág. Hát valami ilyesmi volt ez, hogy az apostolokat se érdekel, hogy mit szólnak hozzá ott a környékben lévő, hanem kimennek és mondják az örömhírt. Tehát innen indult, és aztán onnantól kezdve tényleg megindult a csodasorozat, hogy betegekért imádkoztunk, meggyógyultak, Szentlélek vezetett. Valószínűleg ezért lettem pap, mert ez a szerelem az odáig fajult, hogy elköteleztem magam a Jóistennek, mert hogy ő hívott meg. De az rá egy évre készült, kezdődött a szemináriumban. Eszter, te mit teszel annak érdekében, hogy a pünkösdi lelkesedés, ez a lelkület, ez minden nap veled legyen? Hát nekem most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, amikor még teológus voltam, és elutaztunk valahova, és tudom, hogy ott a fűbe feküdtem egy pokrócon, és olvastam a napi igét, és akkor a napi ige ez volt, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert hogyha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, akkor mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. És akkor ez engem annyira megragadott, hogy hát Jézus maga biztat arra, hogy mi kérjük a Szent Lelket. És én is úgy éreztem, ahogy pont Kornél atya beszélt erről, hogy a Szentlélek nélkül ez az egész hit kérdése nagyon emberi. Tehát a Szentlélek által lesz élettel telített, a Szentlélek által lesz valósággá mindaz, amit Jézus Krisztus elvégzett, és az Atya nekünk adni akar. És hogy bennem egy nagyon erős vágy született akkor, hogy igen, én kérni akarom, szeretném, én vágyom azt, hogy a Szentlélek engem betöltsön. És azóta ez egy nagyon fontos része az imádságomnak, hogy az Isten Szent Lelkét hívom és várom. És pünkösdkor pont erről prédikáltam, most egy hosszú idő után újra ez az ige volt, ami a textusunk volt vasárnap. És visszatérve a kérdéshez, hogy mit teszek azért, hogy megmaradjon, tulajdonképpen ezt a vágyat tartom életben vagy ébren. Tehát, hogy annak a tudatosítása, hogyha nem a lélek által, akkor az, ami az én hitem, az csak emberi erőlködés. Hogyha Isten az ő Szent Lelkét adja, és az ő örömét, és az ő békességét, és az ő vezetését adja, akkor abban megéljük azt, hogy az Isten országa jelen van közöttünk, és
annak a másik dimenziónak a valóságát, ami az Isten országa, és az erre való érzékenységet és vágyat tudjuk magunkban ébren tartani, és így a lélek után vágyakozva folytatni a hétköznapokat. András? Pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem egy kérdés, hogy így keresztény körökben szoktuk mondani azt, hogy a Szentlélek temploma vagyunk. De a gyakorlatban azt láttam önmagamon, hogy inkább vagyok a börtöne, mint a temploma, mert nem éreztem, hogy rajtam keresztül a lélek tudna működni. És akkor elhatároztam, hogy én addig nem fogom elereszteni Istennek a kezét, addig dörgetek az ajtón, ameddig meg nem tanítja, hogy a lélekkel hogy tudok kommunikálni. Tehát, hogyha ez létezik, ez a kommunikáció, akkor ez elérhető kell, hogy legyen számomra, mert különben valami nagyon furcsa Istennel állnék itt szemben. És akkor én elvonultam egy évre. Megbeszéltem a feleségemmel, a gyerekekkel, hogy egy évig nem dolgozom, hanem ezt az évet ezt arra, azzal fogom tölteni, hogy keresem az Istent, és kérem, hogy tanítson meg a lélekkel való kommunikációra. És tulajdonképpen én azt élem meg ebben a lélek kapcsolatban, irdatlan sok mindent tanított az Isten. Ezt a kalandot mindenképpen, tehát teljes kalandtörténet. Tehát amikor az ember átadja a gyeplőt, és azt mondja a léleknek, hogy kérlek, vezess. Tehát annyira érzem, amit te is mondasz, Eszter, hogy túl agyból működünk. Túl agyból. És azt érzem, hogy a kereszténységnek is ez egy kátyúja, hogy nagyon sokan agyból működnek. És az a baj, hogy mi nem vagyunk elég értelmesek és intelligensek ahhoz, hogy fölfogjuk az Isten valóságát, csak a lelke által tudjuk ezt megérezni, megsejteni, illetve ezáltal tudunk működni Istennek a gyermekeként. Agyból ez nem megy. És én ezért is voltam ennyire elszánt, hogy ezt a kapcsolatot fölvegyem Istennel, és ahogy az ige is ígéri, hogy az Isten adja, ha kérjük. Csak úgy érzem, hogy valahogy nekünk önmagunkat kell készenlétbe helyezni, hogy egyszerűen el tudjuk fogadni azt, amit Isten ad. És úgy érzem, hogy ez az év nálam, ez pont erről szólt, hogy akkor én tényleg nyugodtan mondhatom, hogy kiüresítettem magamat, mert nem volt más célom, mint hogy az Isten be tudjam fogadni. Nem tudom, egyetértetek-e, én azt tapasztalom, hogy talán a pünkösd az az ünnep a három nagy keresztény ünnep közül, amit a legnehezebben tudunk hova tenni, átélni, átérezni, elhelyezni úgy a spektrumban, és talán azért, mert a Szent Háromság személyei közül a Szentlélek az, aki a legnehezebben megragadható. Az Atyáról van egy képünk, ez persze általában egy téves kép, az öreg szakállas bácsi a felhők felett, de mégis van egy képünk. A fiút, őt könnyű megfogni, rengeteg film is szól róla, ábrázoljuk, tehát az egy egyszerű történet. Na de a Szentlélek, hát maximum egy galamb képét látjuk mondjuk egyik-másik templomban, vagy így ábrázolják, de nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, nem? Ez szerintetek is így van, vagy én látom ezt totál rosszul? Az egyik tulajdonsága talán, hogy rejtőzködő, és nagyon váratlanul cselekszik. Persze a ráhagyatkozás és a készenlét kell hozzá, hogy ő megmutatkozzon a szívedben benned, vagy felfedezd a másik emberben. Nekem álmomban volt egyszer egy találkozásom a Szentlélekkel. Megéltem már nagy robbanást is, amikor tényleg egy sorsfordító, életfordító esemény volt, de ez az álmomban való találkozás, ez mint Szent Ágostonnál, egy ilyen konkrét hang. Kata, ébresztő. Először azt hittem, édesanyám szólít, mint amikor gyermekként felébresztett, hogy iskolába kell menni. De ezt a hangot többször hallottam, néven nevezett, felébresztett, és akkor engem hajnalban oda küldött a számítógépem elé, hogy keressem meg az összes lehetőséget, hogy hol lehet róla tanulni. Mert hogy azt is mondta, hogy ismerd meg. És így jutottam el az Esztergomi Hittudományi Főiskolára annak idején, hogy ilyen nagyon rejtőzködő, álomban kinyilatkoztatott kérést mondott felém.
és hogy tényleg a Szentlélek egyszer egy ilyen szívrobbanásban mutatkozott meg, máskor egy ilyen lágy szellőben, hogy az ő lénye és léte tényleg csak a ráhagyatkozó embereknek nyílik meg, vagy tárulkozik fel igazán. És aztán ez sorsfordító tud lenni. Itt Pünkösd apropóján szeretnénk beszélgetni a küldetésről, misszióról, evangelizációról, és akkor a történet alapján, amit Kata megosztott velünk, én úgy értékelem, akkor a Szentlélek az, aki elküld bennünket misszióba, aki a küldetést kijelöli? Az Egyház Krisztus titokzatos teste. Az Egyház Krisztus misszióját folytatja, a küldetését, és hát mi történt? Jézus megkeresztelkedik, leszáll rá a Szentlélek, és onnantól kezdve végig így olvassuk, hogy a Szentlélek kivezette őt a pusztába. A Szentlélek visszavezette őt a Jordán folyóhoz, tehát elkezdődik egy olyan társasjáték, hogy a második isteni személy Jézus a harmadik isteni személy vezetése alatt végzi az ő küldetését. És mondhatjuk azt, hogy a Szentlélek nyomokból következtető, hogy itt járt. Ez a nyomokban szent lelket tartalmaz. Tehát, hogy valóban rejtőzködő, maga a szentírási szimbólumokról beszél, tehát a zúgását hallod a szél, de nem tudod honnan jön és hova megy, aztán lángnyelveként ereszkedik az apostolokra, élő vízként is beszél róla Jézus, aztán galamként száll le Jézusra is, tehát hogy a nem véletlenül, hogy a galam szimbólum, ugye ott van Szent Péter Bazilikában is sok helyütt, ezt látjuk, mert hogy valóban nagyon nehéz személyként felfogni a szent lelket, de hát hogy valaki Isten erejeként beszél róla, de tudjuk, hogy a harmadik isteni személy, tehát olyan személy, akit be tudok fogadni az életembe, akinek vannak ajándékai, és aki gyümölcsöket tud hozni. Tehát nagyon érdekes, hogy én találkozom valakivel, megismerkedem valakivel, akik házasok vagytok, megismerkedett a feleségetek, a férjetekkel, megváltozott az életetek ennek a kapcsolatban köszönhetően. Alakítjátok egymást. És az élet vége felé nagyon hasonlítanak a házaspárok egymásra. És hát, hogy nem is véletlen az, hogy kezdenek hasonlítani egymásra, mert közös élményekért. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ugyanazok az izmok stimulálódnak az arcon is, tehát ezért nagyon hasonlódnak egymáshoz. És a Szentlélekkel pedig, hogy őt megkapjuk, mint valós szemét befogadjuk az életünkbe, és onnantól kezdve, hogyha hagyjuk, akkor elkezd működni. Ugye Péter apostol mondja ezt, hogy mindenki megkapja a Szentlélket, aki kész engedelmeskedni neki. Ez a kulcsa. Ha én a magam útját akarom járni, csak egy társnak kell, a gyere Szentlélek, akkor csináljuk együtt, az nem fog menni. Ahogy mondta András, hogy átadom a volánt, tessék, akkor te vezess, és akkor én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova vezet, milyen kaland indul meg. És valóban az evangelizációban, a misszióban a Szentlélek alapvetően fontos. Én ahányszor prédikálnom kell, mindig az oltár felé meghajlok, elmondom a szokásos imát, és mindig hozzáteszem, hogy Szentlélek Isten, te szólj belőlem. És akkor utólag látom, hogy néha érzem, hogy nagyon elkap a Szentlélek tüze. Tehát, hogy ez a legjobb, amikor olyan dolog jön ki belőle, ami biztos, hogy nem tőlem jön. De amikor meghallom a Szentlélek hangját, akkor viszont tényleg érdekes dolgokra tud vezetni, tehát néha megdöbbentően, amit soha nem csináltál addig. Eszter, misszióba küldött téged is a Szentlélek, és te is igent mondtál rá. Nem is akárhova, 1993-ban vállaltad, hogy Kárpátalján fogsz szolgálni. Tehát percekkel vagyunk a Szovjetunió szétrobbanása után, borzasztó szegénység van Kárpátalján, óriási szükség, és van egy fiatal lelkész, aki azt mondja, hogy én vállalom, megyek. Ez tudatosan igen volt a Szentléleknek, vagy akkor még nem tudtad, hogy igazán mibe vágsz bele? Hát amikor először olvastam egy felhívást arra nézve, hogy várnak Kárpátaljára lelkészeket segíteni, mert nem volt lelkészképzés a szovjet időben, akkor ez egy nagyon spontán válasz volt, hogy persze, hát én megyek, hát ahol szükség van, meg ahol hirdetni kell az evangéliumot, szívesen. És aztán 92. decemberében kimentem Beregszászba, hogy találkozzak a püspök úrral, jelezzem neki, hogy akkor én kész vagyok. És az egy nagyon nehéz élmény volt, egy hatalmas teremben, nagy Lenin kép alatt, fűtetlen teremben tartottuk az előadásokat a katehitáknak, és amikor hazamentünk, akkor egy lelkész családnál aludtam, aki nagyon-nagyon meg volt terhelve, és nagyon sok fájdalmat, keserűséget öntött rám, és aztán nem volt áram, úgyhogy a sötét, fűtetlen szobába ott december valahanyadikán bebújtam a nagy dunna alá, és akkor döbbentem meg, hogy valóban ez csak az én kalandvágyam, hogy én olyan gyorsan, spontán erre igent mondtam, vagy az Isten elhívása és az Isten vezetése. És akkor nagyon komolyan imádkoztam, hogy Isten, mutasd meg, holnap találkozom a püspökkel, nekem holnap reggelre jó lenne valami válasz, hogy
hogy a te hívásod, hogy a lélek viszem be bele, vagy csak az én fantáziám. És csodálatos volt másnap a napi ige, mert a királyi mennyegző története volt, ahol ugye mindenki megkapta a meghívást, és igent mondott rá, és amikor eljött az idő a mennyegzőnek az ideje, akkor egymás után faroltak ki ebből az igenből, és mindenféle indokkal kimentették magukat. És akkor én azt értettem meg, hogy igen, én igent mondtam erre a meghívásra akkor, amikor először találkoztam vele, és most itt vagyok a küszöbön, és be akarok emelni, de nekem ez lesz a királyi mennyegzőm, hogyha ezt a szolgálatot elvállalom, és akkor semmi más nem tudtam, de ez volt a léleknek a pecsétje is. Ez a történet, ugye több rétege van, hogy mit jelent és mire hív benne Jézus, de nekem akkor ott a Szentlélek ezt mutatta meg, hogy ő engem erre a szolgálatra hív, és hát ez 30 éve volt lassan, és azóta is azt mondom, hogy ez a 9 év volt életemnek a leggazdagabb 9 éve. Ott én egy ébredésbe érkeztem, ahol a Szentlélek hatalmasan munkálkodott. És azt gondolom, hogy a legnagyobb kiváltság egy ilyen helyen szolgálni, ahol egyszerűen a Szentlélek kézzelfoghatóan jelen van, és látod az emberek életében, ahogy változik, ahogy nyílik, ahogy abban a depresszióban, abban a szorongásban, abban a nagyon nehéz helyzetben, amiben ott a 90-es évek elején a kárpátaljai emberek éltek, ott lövöldöztek körülöttünk, tehát a maffia világ az nagyon, nagyon intenzív volt, és hogy mégis az Isten lelke megragadta az embereket, és öröm volt az arcukon, és jöttek a gyülekezetbe, és megismerték azt az Istent, akivel eddig semmilyen kapcsolatuk nem volt, és ezáltal az egész életük megváltozott. Együtt voltunk a katolikus barátainkkal, elkezdtük a közös imádságokat, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden történt, ami addig nem volt, és ami a léleknek a munkája a nyomán jött létre. Csak egy példát hagyd mondjak, hogy például volt olyan, hogy barátaim, vagyis barátaim lettek, mert már elkezdtek járni a gyülekezetbe, beszálltak a liftbe, és egyszerűen ragyogott az arcuk az örömtől, mert hogy éppen Isten tiszteletről mentek haza, és az Isten szeretete betöltötte őket. És a liftbe megkérdezte tőlük, aki szintén beszélt, hogy ti minek örültök? Tehát, hogy olyan depressziós hangulat volt akkor Kárpátalján, hogy az, hogy valaki örül és így sugárzik az arca, az nem volt normális. És akkor mondták, hogy hát mert az Istennel találkoztunk, mert az Isten szeret, mert az Isten megbocsátott. És ezt hol mondják? Hát a templom, hogy gyere velünk. Tehát ez emberek egymást hozták, és ez a misszió, ezért mondtam ezt a történetet, mert hogy itt kapcsolódik a misszió és a Szentlélek, hogy ugye amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy most jön el az utolsó idő, a te királyságod, és hogy mikor és hogy, és akkor Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hogy időkről tudjatok, hanem erőt kaptok, amikor a Szentlélek leszáll rátok, és tanúim lesztek. És hogy nem lehet máskor Jézus tanújának lenni. Igazából csak úgy, hogyha a Szentlélek leszállánk, és akkor az hitelessé tesz. Tehát akkor az valami olyan sugárzik át rajtunk, ami megfoghatóvá teszi a másik számára is az, hogy itt valaki nagyobbról van szó. És hát ez a misszió, az Isten missziója, amiben behívjuk azokat, akik még őt nem ismerik. Ez általánosan is így van, hogy egy-egy ilyen megtérés, egy-egy ébredés, vagy egy erőteljes misszió kapcsán ennyire kézzelfogható nyoma van az emberen a változásnak? Vagy ennyire szemmel látható? Az Istennel való kapcsolatomban jelenleg ott tartok, hogy egy központi üzenet van, amiről Eszter is beszélt, hogy az Isten szeret minket. És ami a legjobban hiányzik nekem is, és bármely másik embernek, egyfajta tudat és egy érzés, hogy engem szeretnek. A szeretet az biztonságot sugall, és erőt sugall, elfogadottságot sugall, szabadságot sugall. És az embereknek ebből nagyon nagy szüksége van, mindannyiunknak. És én azt érzem, hogy a misszió az alapvetően arról szól, hogy szeretettel viszonyulok a másik emberhez. És hogyha a lélek van bennem, akkor ez a másik emberhez való viszonyulásom
ez több lesz, mint csupán emberi. Tehát az Istent ilyen módon tudom szerintem más emberhez vinni, úgy, hogy nem feltétlenül kell szavakkal nekem misszionálnom. Ha nem szavakkal, akkor hogyan? Te hogyan viszed közel az embereket Istenhez? Szeretet révén. Na jó, de ez egy általános válasz, nálunk ugye, András. Mit teszel? Ez addig általános válasz, még az ember nem tudja, mit jelent szeretni. Tehát a szeretet egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy szabad. Tehát, hogyha én valaki felé fordulok, soha se úgy beszélek vele, hogyha misszió, nem is használom ez a szót, nem szoktam misszionálni, hanem egyszerűen csak Isten szeretetéről beszélni, akkor az egyik legfontosabb dolog, hogy én nem akarom ezt az embert megváltoztatni. Én nem azt mondom neki, hogy amit én mondok neked, az a tuti. Nem azt mondom neki, hogy én elmondom neked, hogy mi az igazság, hanem elmondom neki azt, hogy lehető legnagyobb szeretettel, hogy én hogyan élem meg, hogy én hogyan élem a szeretetet, hogy én mit gondolok arról, hogy a szeretet hogyan működik. És utána ő ezt nyugodtan kezelje utána úgy, ahogy ő akarja. Kamasz korosztállyal szoktam beszélgetni, hát nem a legkönnyebb korosztály, és pláne hitterén, tehát nagyon sokan vannak ilyen vallássérültek közöttük, és nagyon sokszor ugye automatikusan, hogyha elindulnék egy ilyen témával, bezárnak. Automatikusan. Tehát, hogyha valami szenteskedést megéreznek, akkor ott rögtön bezárnak a kapuk. És így, hogy a tánctanításon keresztül egy hátsó a hátsó ajtón megyek be hozzájuk, így jobban el tudják fogadni. És ez a lényeg, hogy érezzék, hogy én nagyon-nagyon szeretem őket. Ezeket a beszélgetéseket hívod lelki ébresztésnek, ha igen, jól tudom, igen, úgy olvastam egy interjúban. És azt is nyilatkoztad egyszer, hogy most már nem tartasz mindig feltétlenül lelki ébresztést, hanem akkor, ha úgy érzed, hogy a Szentlélek erre indít. Ez így van. De ezt hogyan lehet érezni? Ez nem túl szubjektív? Hát a Szentlélekkel való kapcsolata minden embernek szubjektív. Tehát, hogy én hogyan reagálok a lélek hívására, az én szabadságomnak az ügye. Hogyha nem tudok ráhangolódni a lélekre, akkor nem tudok ráhangolódni. Az Isten tiszteletben tartja, hiszen szabadnak él meg engem. Nekem vállalni kell ezt. És hogyha azt érzem, hogy én most nem vagyok készen, lehet, hogy a lélek hív, de nem vagyok készen, akkor nem akarok akkor beszélni a gyerekekkel, mert akkor valószínűleg többet rontok, mint amennyit építeni tudnék. És amikor azt érzem, hogy mikor megyek az órára tanítani, és az autóban tulajdonképpen beszélgetek Istennel, és figyelem a jeleket, hogy milyen jeleket ad. Jön-e gondolat, jön-e valami ihletettség, hogy na most akkor erről beszélünk a srácokkal. És hogyha jön valamilyen ihletettség, és bemegyek az órára, de a gyerekek éppen olyan állapotban vannak, hogy úgy érzem, hogy ez most nem időszerű, akkor nem. Tehát ez a kaland. Ez a kalandtörténet, hogy nem tudom az egyik másodpercben, mi lesz a következő másodpercben. A lélek ott fúj, ahol akar. És ezt nagyon nehéz egyébként a hétköznapi életben, gyakorlatban elfogadni. Azt hiszem, hogy ennek az egyik talán kulcsa lehet ennek a fajta létformának, az, hogy szabad vagyok. És hogy az Isten elfogadja az én szabadságomat, tiszteletben tartja. Ő nem kényszerít engem semmire. Tehát, hogyha megkér, hogy András, most szeretnélek bevonni a munkámba, és én nem tudok készen állni, akkor nem fog rám haragudni. Igen, szép, fokozatosan készíti elő az életünkben ezt. Én is megtapasztaltam, amikor betöltötte a szívemet a Szentlélek, akkor teljesen megváltozott velem a világ. Olyannyira, hogy a Szentírást nem a hagyományos fehér alapon fekete betűkkel láttam, hanem megfordult. Fekete alapon jöttek elő a világító betűk. Azóta is azon gondolkodom, hogy milyen jó, izgalmas lenne egy ilyen szentírást kiadni, ami így tényleg vibrál az ember előtt. És akkor ezután engem egy hospice szolgálatra hívott a lélek, ahol ugye nem kellenek szavak. Bár üzenetem volt, de ez nem biztos, úgy fogalmazom, hogy mondani való, hanem üzenet, hogy a jelenlétemmel én nagyon-nagyon át akartam adni azt, hogy Isten szeret, és hogy egy örök életet adott neked. Amikor olyan állapotban voltak a betegek, és rá tudtak kérdezni arra, hogy én hogy gondolom, miért vagyok itt, miért segítek, akkor ezt el tudtam szavakkal is mondani, de
nagyon sokszor nincs rá alkalom, hogy beszéljünk. De a jelenlétemmel, a szolgáló szeretetemmel, ahogy mondtad András, azzal egy méltóságot, egy bizalmi helyzetet adok a számára, amiben talán a remény meg a bátorság arra, hogy lépje a kaput, akkor úgy megerősödve léphet az Isten színe elé. És biztos, hogy nem tudom elmondani úgy szavakkal, mint ahogy később én ennek megkaptam a lehetőségét a fiatalokkal való munkám során, de azzal, hogy csepegtetem a vizet a szádba, hogy ételt adok, hogy tisztába teszlek, hogy a felfekvéseidet ápolom, majd ha meghalsz, akkor megmosdatlak, felöltöztetlek, virágot rakok a leperre, amivel letakarlak, hogy ez maga volt az üzenet, a jelenlétemben volt az üzenet. Ez alapján akkor evangelizálni nem mást jelent, mint élni, mások elé élni az evangéliumot, az örömhírt? Hát én hordoztam magamban. Én meg vagyok győződve, hogy hordoztam magamban az evangéliumot. Úgy éreztem, hogy engem annyira eltöltött a Szentlélek, hogy az a létformám, ami engem onnantól kezdve kísért, az vagy kérdéseket vet fel az emberben, vagy esetleg csak érzik azt, hogy én segíteni akarok. Nem tudom, hogy aztán kiben hogy csapódik le. Én azt gondolom, hogy valami magot elültetek, vagy teszek valamit, és talán a másik emberben működő lélekre bízhatom azt, hogy ott milyen felismerésekhez vezeti őt. Tegyünk egy nagyon rövid fogalmi distinkciót, mert használtuk az evangelizáció és a misszió fogalmakat is a szolgálat mellett, és talán a beszélgetés során eddig szinonimaként használtuk ezeket, de ezek valóban szinonim kifejezések, vagy mást jelent a misszió és mást az evangelizáció? Világ másképp használja, kérdez, a Mission Impossible, az ismerjük, de hát olyan lehetetek küldetések, de hát az, hogy küldve vagyunk, ez a misszió. Ugye a mise is így fejező, íte missza est, és a mise szó is a misszióból jön, hogy menjetek, küldetésetek van. Hogy mi nem magunkért találkoztunk az Istennel, hanem ha te találkoztál vele, akkor add tovább másnak is. Hogy mi reményhordozók vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a legfőbb üzenet, és ez a szavainkkal, a tetteinkkel, hogy nincsen vége a halállal mindennek, hogy van egy Isten, aki szeret, hogy András mondta, hogy öröm elvinni másnak, ahogy ott a liftben találkozok, hogy minek örültök. Tehát erre egy kis vatikáni történet, amikor afrikai püspökök mentek egyszer ad limina látogatás, ugye ez 7 évente egyszer elmegy egy püspöki kar egy országból, és akkor a különböző dikasztériumokhoz, vatikáni hivatalokhoz elmennek, és nézik, hogy minden rendben van-e, beszámolók, statisztikák, nem tudom micsoda. És akkor valamelyik püspöknél semmi nem volt rendben, és csak ott vigyorgott, és hát nem tudott, mit csinálni ott ennek a helynek a vezetője, hogy minek örül? Annak, hogy üres a sír. Tehát, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi az örömhírünk, az, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát innentől kezdve a lelkünk örökké él, lesz egy feltámadt testünk. Tehát, hogy a legfontosabb szerintem az, és ez minden keresztének feladata, hogy fogalmazza meg magának, hogy mi az örömhíre. Mert különben fogalmas nincs, hogy miről kéne kérdezni, hogy a Szentírás azt mondja, hogy álljatok készen, hogyha valaki a reménységetek felől kérdez. Hát először magamnak fogalmazom, hogy mi az örömhír, mi az evangélium. És ennyi, van bűnbocsánat, van örök élet. És ez mindent felülír, mert lássuk be, az élet önmagában igazságtalan. Van, aki rövid ideig él itt, van, aki gazdaságban, van, aki szegénységben, van, aki egészségesen, van, aki betegen, van, aki család nélkül, van, aki egyedül, van, aki nagy családdal. Nagyon különbözők az életünk, és innentől kezdve minden boldogtalanságnak a forrása az összehasonlítás, mert hogy nincs két egyforma ember. Istennek viszont egy örök terve van, és hogyha innen nézzük az örökké valóság szempontjából az életünket, úgy helyreáll a világrendje. Hogy lehet, hogy a Jóisten megenged dolgot az életünkbe, és kiderül, hogy az fog elmoccantani. Ott van egy Loyolai Szent Ignác, hát katonaember volt. Ellőtték a lábát, és azt kényszerített ágyba, hogy olvassa aztán a ott levő irodalmat. Aztán hiú ember is volt, feldindult össze a lába, újra eltörette. Egy kemény ember volt, hogy nőjön egyenesen. De hát ez elég volt az a szenvedés ahhoz, hogy Istenre találjon rá, és egy sokkal teljesebb életet kapjon. Igaz, hogy sántikált a földi testében utána, de Istennel járt. Én és hallottam másról is, akinek egy baleset kellett ahhoz, hogy kimondja azt, hogy na, ezután csak te veled, Uram. Tényleg? És ott feküdtél az autó kerekei előtt, ami elütött, vagy hát neki kanyarodott a motorodnak. Igen. Szabálytalanul. És akkor ez volt az első gondolatod, hogy csak te veled, Uram? Igen, ott ért be. Valami a lelkem mélyen ott ért el arra a pontra, hogy én ezt akkor ki tudtam mondani. De én csatlakoznék, ne aludjatok még egy picit az előttem levő Katához is először, hogy nagyon fontosnak tartom én azt, amit te is mondasz, hogy
hogy magamban hordozom az evangéliumot, és hogy magot hintek. És nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi csak magot hintünk. Tehát szent lelket mi nem tudunk adni. Szent lelket nem tudunk egy emberben ébreszteni. Az már az Istennek a munkája. És hogy ez egy nagyon nagy szabadságot ad. Hogy azt érzem, hogy nekem csak a magot kell vetni, a növekedést Isten fogja adni. Mert hogyha mondjuk elmegyek egy előadást tartani, elhangzanak gondolatok, ugye nem ismerem őket, mint hogy a szószékről te is beszélgetsz velük, vagy beszélsz velük. Én is így vagyok vele, hogy nem tudom, minek kell elhangoznia. Tehát nem tudom, melyik embernek milyen gondolat fog segíteni. És ezért én is a lélekre hagyatkozom, hogy ami jön, amit úgy érzem, hogy gondolat, azt elmondom. És vetem a magot. De nem tudom, hogy kiben milyen hatást fog ez kiváltani. Tehát az egyik dolog, hogy azt érzem, hogy ebben egy nagy szabadságot kell, hogy megéljünk, mert ha felelősséget élünk meg, akkor nem merünk, akkor félünk. Félünk megszólalni. Egyik. A másik. Meg kell fogalmaznunk, hogy mi az örömhír nekünk. Én is azt érzem, hogy amikor a baleset után elkezdtem gondolkodni rajta, hogy 2 évig voltam kórházakban, akkor még csak feküdni tudtam, nem tudtam kerekesszékbe ülni se. És nagyon elgondolkodtam azon, hogy egy ilyen életnek van-e értelme. Tehát, hogyha Isten engem boldognak akar látni, akkor hol van annak a boldogságnak a kulcsa? És akkor kezdtem el ezen gondolkodni, amit az előbb is mondtál, hogy az élet igazságtalan, de az élet igazságtalansága mögött hol van az Isten igazsága? Tehát, hogy hol van az, hogy minden ember a Földön boldog tud lenni? És arra jöttem rá, egyrészt, hogy a szeretet az a dolog, ami minden egyes ember számára nyitott, szeretné szeretetet befogadni. Ez egy külön műsort megérne szerintem ennek ez a gondolat, hogy ki hogyan gondolkodik a szeretetről. De hogy ezt láttam én a kulcsnak, és azóta ezen a gondolkodva még odáig is eljutottam, hogy az Isten minden egyes földre született embert a saját életében megáld. Tehát minden ember életében, a saját életében megvan a boldogságnak minden lehetősége, ezért nem kell a másik ember életét nézegetni, és nem kell irigykedni a másik ember életére. Mert annak az embernek azt az életet áldotta meg az Isten, ahhoz adott neki megfelelő életerőt, képességeket, amit ő él. Az én életemre az Isten például borzasztó erőt adott nekem. El tudom viselni ezt az életet. Meg tudok küzdeni vele, tudok harcolni vele. Bírom a fájdalmakat sokkal jobban, mint egy átlagos ember. De ez azért van, mert nekem az én életemhez ez a muníció. Ezt az Isten nekem ajándékba megadta. És azt is érzem, hogy ha már itt ilyen tanúságtételek hangzottak el, hogy az Isten felhasználja ezt az erőmet. Tehát érzem azt, hogy ő így, személyre szabottan, ahogy téged elvisz a misszióba, ahogy téged elvisz a segíts ki a hospice-ba, engem is visz. Úgy megfogalmazódik bennem, hogy nem gondoljátok ti is velem talán azt, hogy a Szentlélek is, mintha ismerné ezt a mondást, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, hogy egy kicsit meg kell tapasztalni valami nagyon nehéz helyzetet, vagy saját életedben, vagy a körülötted lévők életében, hogy aztán ő ott robbanjon és sorsokat fordítson. Szóval csak ennyi jutott eszembe. Na, mit gondoltok erről a mondásról? Főleg akkor a lelkészt és a papot kérdezem. Eszter? Az biztos, hogy amikor megtapasztaljuk a nehézségeket, ott valahogy az Isten szeretetével egészen különleges módon tudunk találkozni, és lehet, hogy ott engedjük el azokat a kontrollokat, amiben majd én kézben tartom, én megoldom, én kiagyalom, és akkor ott adunk esélyt arra, hogy a Szentlélek megragadjon és tovább vigyen. Nem feltétlenül tartanám ezt szükségszerűnek, de inkább úgy fordítanám, hogy amikor jön a nehézség, a próba, beszélgettünk egy picit az ébredésről, hogy ébredés is Magyarországon a világháború után volt,
protestáns világban, Kárpátalján a Szovjetunió szétesése után, tehát nagy megpróbált időkben, vagy idők után tapasztaltuk meg azt, hogy az Isten lelke árad, és az emberek őt elfogadják. Úgyhogy ez, ilyen összefüggést látok ebben. Nekem még az előző kérdéshez is lenne annyi a gondolatom, itt András is felvetette, hogy az Isten cselekszik, és hogy mi nem tudunk szent lelket adni, és számomra a misszió az tulajdonképpen az Isten missziója. Az Isten akarja megbékéltetni a világot önmagával. Az Isten akarja az ő szeretetébe bevonni az embert, aki a bűnesetben ettől a szeretettől elfordult. És utána a bűneset után az Ábrahám elhívásával elkezdődően az Isten hatalmas nagy terve az, hogy visszahozza az Isten az embert a vele való kapcsolatba, abba az eredeti kapcsolatba, hogy helyreállítsa azt, ami elromlott. És hogyha így értelmezem, hogy a misszió az Isten missziója, amiben behívja az ő követőit, az ő egyházát, a közösséget és az egyént, és fölruházza erre a misszióra a szent lélekkel, mert hogy ez nem egy emberi program, hanem az Isten akarata, és az Isten akaratának a megvalósulása, aminek mi csak eszközei vagyunk. Tehát nem mi csináljuk a missziót, hanem igazából az Isten missziója, amiben mi bekapcsolódunk, és amiben mi rendelkezésére állunk, és a mi szabadságunkat odaadjuk neki, hogy használja engem, itt vagyok, és megragad a lélek, és akkor tud használni. Úgyhogy a misszió az egy ilyen tágabb fogalom számomra, amiben tényleg nem csak a szavak vannak benne, hanem az, hogy az Isten igazságai szerint élek, hogy az Isten uralma alatt élek, és ebben a társadalom, ez a társadalom nem az Isten uralma alatt él. És ha én egyszerűen az Isten uralma alatt élek, akkor már történnek olyan dolgok, amik ennek a társadalomnak a normáival szembe mennek. És ez is a missziónk része, hogy egyszerűen csak hiteles keresztjén Krisztus követő életet élek, és abban benne van a szeretet a fele barát felé, meg benne van az engedelmesség Krisztus felé, és ez jellé válik, ezáltal én tanúvá válok. És az evangelizációban meghirdetjük az örömhírt, meghirdetjük azt, hogy az Isten szeret téged, amikor táncot tanítasz, és nem mondod a lelki üzenetet, akkor is a misszió része van, mert az a szeretet, amivel ott vagy a srácok között, és ahogy szereted őket, az szerintem az Isten misszió jelenlétét testesíted meg valamilyen módon. És amikor még valami lelki üzenetet is elmondasz, az már az evangelizáció. Tehát amikor az embereket hívjuk Krisztushoz, és tanúságot teszünk ő róla, és így nekem más egy kicsit a más misszió, az tágabb, az evangelizáció annak egy szűkebb. Akkor a missziót úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ecce ego, mit te mély, itt vagyok, engem küldj. Már csak azért is kérdezlek, mert evangelizáció iskoláját indítottatok az Emmanuel közösség berkeiben. Ott gondolom a tanárnő egyetért velem, egy iskolától azt várjuk, hogy ott tanítsanak valamit. És docendo discimus, tehát hogy tanulva tanítunk mi is, vagy tanítva tanulunk. Mert hogy csomó emberben felmerül a kérdés, jó, keresztény vagyok, tudom, hogy kéne hirdetnem az evangéliumot, de hogyan? Tehát, mint olyan könnyű lenne. És akkor igazából sokszor azt gondoljuk, az evangelizáció annyi, hogy én elmondom az örömhírt. Én beszélek, te befogadod. Akár ha nem tetszik, akár tetszik, én lenyomom a torkodom, mert ez az örömhír. Nem, néha egy hospicen fogom a haldokló kezét, és ezzel evangelizálok, a jelenlétemmel. Van olyan, hogy én barátom mesélte, hogy vonatra felszáll, és egy vele szembe levő hölgyel kezdett beszélgetni, hogy ő katolikus keresztény, és kezdett beszélni, és aztán a hölgy elkezdett beszélni, és 2 órán keresztül mondta. Meg se szólalt a barátom, és a végén megköszönte, hogy olyan jót beszélgettünk, köszönöm szépen. Tehát, hogy, és ez is, mi történt? Egy katolikus ember végighallgatta türelemmel. Tehát ez, van ilyen pre-evangelizáció, egész egyszerűen, ahogy jelen vagyunk valahol. Előfordul az, hogy meg kell élnünk egy nagyobb csapást az életben, hogy irányt váltsunk. De hogy az egyháznak a célja az, hogy mindenkit elvezessen Isten szeretetére, ismerjék meg őt. És mindenkit ott kell megszólítani, ahol éppen van.
Tehát, hogy nem biztos, hogy a legnehezebben felfogadó dogmával fogjuk kezdeni, hanem ezzel Isten szeret téged. És a másik, amit nekem, hogy vannak nehézségek, nyilván vannak, csak Pál apostolnak van egy nagyon jó tanítás, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Nekem ez volt a diákonusi elmondatom, mert elkezdtem ezt élni, és egyszerűen örömteli lett az életem. Tehát rájutok a kalapáccsal az ujjamra, és azt mondom, hogy halleluja. Tehát más nem tudom kifütyülni, amit ott mondana, de hogy... Nekem ezt még gyakorolnom kell. Ezt életen át kell játszani, az biztos, de hogy azt mondom, hogy valamiért a Jóisten valamit megenged, amiből vagy nagyobb jót tud kihozni. Igazából ez a mondat mögött, hogy adjatok hálát mindenkor, abban a rossz is benne van. És erre az alapsztori, amikor a indiánnak ugye megszökik a lova, és jönnek a szomszédok, hogy milyen csapás ez. Aztán lehet, hogy csapást tehát, hogy szerencse. És egy pár nap múlva visszajön a ló, és hoz egy csomó úsztángot magával, és jönnek a szomszédok, hogy micsoda szerencse. Lehet, hogy szerencse, lehet, hogy csapás. Akkor a fia kezdi betörni, és egyikről leesik, eltörik a lába, jönnek is a szomszédok, hogy micsoda csapás, aztán lehet, hogy csapás, lehet, hogy szerencse, aztán háborúba keveredik az ország, viszik el a fiatalokat, őt meg nem viszik, mert el van törve a lába, jönnek is a szomszédok, hogy micsoda szerencse. Tehát, hogy sosem tudjuk, és ahogy Andrásnak volt egy balesete, másnak lehet, hogy egy kapcsolatban kell valami változtatni. Mm. Nem vesznek fel arra az egyetemre, ahova szeretném menni. Nem úgy alakul a családi életem, ahogyan azt szeretném. De erről van az, hogy a Jóisten fölülről látja azt az utat, amin járunk. Mi a következő kanyarig ellátunk, ha éppen nincsen köd vagy sötét. De ez a bizalom a Jóisten felé, hogy ő a legjobbat akarja kihozni, ő az, aki legjobban akarja, hogy mi örökké boldogan vele éljünk. Nála jobban senki nem akarja ezt, mert ő tudja, hogy milyen lesz. A Szentírás azt mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallott, az emberi szív fel nem fogja, amit Isten készített azok, akik őt szeretik. Tehát mi csak vágyódunk egy örökké tartó világra, és ez ami még egy csoda, hogy a Jóisten néha megadja, hogy ilyen néhány másodpercre betölt az örökké valóság, általában imában. Mondom, Uram, még nem, mint hogy megszűnne a nyomás körülött, és a belső nyomáson felrobbantani. Uram, még nem bírom elviselni. És a Jóistennek tényleg vannak eszközei, valakit így, valakit úgy próbál magához édesgetni. Valaki egy nagy csapás, hogy ne a saját orra után menjen és a szakadék felé tartson, meg kell valahogy állítani. Tehát, hogy igen, a Jóistennek vannak eszközei, és mi csak azt mondjuk, hogy Uram, dicsőség neked, is tudom, hogy te jót fogsz ebből is kihozni. Úgyhogy mi éljük az életünket úgy, hogy másodnak ez vonzó legyen, és eljusson az örömhír hozzájuk is. Kata, te fiatalokat tanítasz hitoktatóként, és az a célod, hogy kicsit felrázd őket, hogy élő hitre jussanak, és ne csak formális vallásgyakorlás, vagy ne elidegenedés legyen az életük jellemzője. Ez egy olyan téma, amire egy komplett beszélgetést lehetne építeni, de most, hogyha röviden kell róla beszélned, hogyan tudod őket evangelizálni? Ráadásul ugye sokszor olyan fiatalok, akik akár kései dackorszak miatt, de mindenképpen tudnak ellenállni azért. Mindenképp tudnak ellenállni, igen. Talán hozzá vagyok szokva saját gyermekeim révén is, akik egy vadóc, de azt hiszem jó szándékú fiatalok voltak. Hogy én ehhez a korosztályhoz és ezekhez a talán néha visszautasítónak tűnő magatartáshoz, én azt hiszem pozitívan tudok visszanyúlni. És eszembe jutott ez a izajási vers, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. És hogy a fiatalok közé, ha bemegyünk, és ezt András nálad is tapasztaltam, hogy nagyon fontos ez a néven szólítás. Túl azon, hogy megtanulod tényleg talán már az első napon minden tanítványodnak a nevét, még akkor is, ha több új év folyamot kell tanítanod, kifejezed azt, hogy fontos vagy nekem, hogy örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy jelen vagy. Azzal, hogy igyekszem minden órán mindenkinek a nevét elmondani, ez egy tudatosság is, hogy elhangozzék az ő neve, hiszen neki üzenem azt, amit szeretnék elmondani. És mindenképp ez a ne félj, ebből a versből pedig annak a légkörnek a megteremtése, ahol bizalommal szólhatunk egymáshoz. És ez az üzenet, vagy az evangélium, amit én valamennyire a létemmel is hirdetni szeretnék, akkor ebben a biztonságos közegben hangozzék el. És ehhez a biztonságos közeghez talán az is hozzátartozik, hogy érdekel, hogy mi van veled. Mi a te korosztályodnak a problémája? Mi az, ami megérint mostanában? Mi az, ami felzaklat? Mi a véleményed a mai világ dolgairól? Hogy vagytok egymással? Rengeteg kérdésben meg lehet ágyazni ennek, hogy ez a bizalmi légkör megvalósulhasson. És akkor ott van a mert megváltottalak. Természetesen én ezt nem tudom megtenni, már meg vagy váltva. De hogy innentől kezdve azt az Isten képet kell eléjük élnem, amiből aztán, ha elballagnak, mert arról van egy vízióm, hogy ők milyen állapotban fognak majd tovább menni, akkor arra építhetnek
barátságokat, kapcsolatokat, döntéseket, és talán még önmagukkal is jóba lehetnek. Aztán az, hogy a jó Istennel, na az a legnagyobb vágyom, hogy vonzódjanak hozzá erősen. Most egy kulcs volt, amit mondta, hogy elballagnak. Hát. Tehát, hogy egy-egy ember életében van egy kicsi szerepünk. Igen. De nem nekünk kell az ő életét élni, nem nekünk kell őt megváltoztatni. Lehet, hogy én csak a következő kis lépésben segítem őt, de majd találkozik valaki mással, aki még tovább segíti. Tehát, hogy vetjük a magot, valami útszélre hull, valami tövisek közé, teljesen mindegy. Amit én megteszek, és lehet, hogy egy mosoly, annyi, egy pici találkozás, és az előre is segíti a másikat, aztán majd találkozik másokkal is. És ez azt hiszem, hogy szülőnek nem vagyok ebben a szerepben, de biztos nehéz lennünk, mert el kell engedni a gyerek kezét. Eddig én pátyúgattak, de most már hát mennyi és őröngyakály, vigyázz rá nagyon, mert én már nem tudok. Épp ezt a témát veséztük ki a múlt héten. Itt a beszélgetés végén arra kérlek titeket, hogy egy mondatban fogalmazzatok meg egy kívánságot 2023 magyarságának, akár kárpátaljai magyarságának, pünkösd lelkületével. Néhány nappal az ünnep után, pünkösd jegyében, mit kívántok? A békesség lelkét. Mindig az, hogy mindenkinek a szívében legyen kiengesztelődés, és a másik iránti szeretet lelke működjön mindenkiben. Minél többen találjanak rá bennük élő Istennek az igazságára. Az Isten szeretete, az érintse meg az embereket, és ez hozzon változást, hozzon békességet, bölcsességet és örömöt, reménységet ebben a világban. Nagyon szépen köszönjük nektek, és köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt az adásunkat és valamennyi korábbit is újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Utóbbin a hétvégén jelentkezik majd az Agape Plus podcast sorozat következő epizódja is. Ott a pünkösdről, mint az egyház születésének idejéről beszélgetünk majd. Foglaljanak helyet az Agape asztalánál a jövő héten is. Addig is, Isten áldja Önöket!